nagyon hálás vagyok az akadémia kiadójának, a szerkesztőnek. 298 ember kellett volna interjút készíteni, amit úgy összeszámoltunk. Nagyon fontos volt, hogy az alapítókról, nagyon fontos volt, hogy az iskola benne legyen, nagyon fontos, hogy a fiatalok benne legyenek. Természetesen atyánk, Markó Iván, tehát az alapító igazgatónk, választott vezetőnk, hogy ma mit gondol valójában a múltunkról. És hát már sajnos olyanok is vannak, akik már a Győri Balett égi színpadáról néznek lefelé, mint például Gombár Judit, aki az anyánk volt. Nem csak szellemi anyánk, jelmeztervező, díszlettervező, hanem szó szerint, akinek borzasztóan sokat köszönhetünk. Én azt szoktam mondani, hogy hála jó Istennek nekem megadatott az, hogy két családom van. Van a kis család, és van a Győri Balett családja. Ennek a könyvnek az összeállítása, akár Pio Márta interjúi, akár Pátkai Tivadar feljegyzései, ezt a szerkesztőnő fantasztikus ízléssel, fantasztikus jó érzékkel próbálta meg ezt megszerkeszteni, és valójában a képi anyag. Ugye a táncművészet a legillékonyabb művészeti ág, a legszebb, természetesen, borzasztó fontos az összes többi művészeti ágnak a segítsége, amit valójában nekünk nyújtanak. Azok a gondolatok, azok a képek, amik megörökítették akár a fellépéseinket otthonunkban, szeretett városunkban, Győrbe, ahol megszülettek a csodák és megszületnek a csodák, és ahonnan ki tudunk lépni, akár Budapestre, akár hazánkba, akár a nagy hazánkba, határon túlra, akár még távolabb Európába és utána a világba. Ezek a képek hihetetlen lenyomatai ennek a csodás, küzdelmes 40 évünknek. A döntésünk, hogy az évfolyam együtt marad. Mi nem akarunk menni sehová, együtt akarunk maradni, semmi más célunk nincs, csak a világot szeretnénk megváltani. Van egy fantasztikus ember, akit megismerhettünk, Markó Iván, akire feltettük az életünket, hogy ő legyen a vezetőnk, ő benne hittünk, és valójában Moritz Bezsár darabja, ami meghatározta életünket. És ugye az első bemutató. 1979. november 2-án, a halottak napján megszületik a Győri Balett társulata a nap szeretteivel. És elindult tulajdonképpen egy hihetetlen küzdelmes és csodálatos időszak, ami egészen 91-ig tart, amikor választott vezetőnk Markó Iván elhagyja a társulatot, letiltja darabjait, repertoár nélkül marad a társulat, és Gombár Judittal folytatjuk tovább a munkánkat. 1991-ben titkos szavazással engem választ meg a társulat, hogy legyek a társulat vezetője, és az első bemutatónk, én azt szoktam mondani, hogy a 91-es évet az ellenségemnek se kívánom, mert hiszen egy nagyon nehéz helyzetbe került egy világhírű társulat, és én nagyon boldog vagyok, mert nem csak csodálatos kollégáim, akik azt mondták, hogy kezdjük újra a nulláról, ugyanúgy, mint 1979-ben, és akkor, mintha egy égi áldás ránk szállt volna. 1991. augusztus 19-e Népstadion, Őszentsége a pápa tiszteletére készül első opuszunk, amikor a Szent Atya találkozik a fiatalokkal, itt mutatjuk be az új korszak első művét, a Szent Margit legendát. És mondhatom azt, hogy pápai áldással, hiszen itt is látható, amikor a Szent Atya a trónusról lejön hozzánk a színpadra, és megáldja a társulatot. És hát ugye ma 2019-et írunk,
és én borzasztóan boldog és büszke vagyok a múltunkra, és büszke vagyok a jelenünkre. Én már büszkébb vagyok, azt mondhatom, hogy a jelenünkre, mert csodálatos fiatal tehetségek vannak mögöttünk, ami a legfontosabb, mert hiszen így lesz a Győri Balettnek jövője.